Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Paksi Kistérségi Televízió Weekend híradóját látják. Pakson járt a Virágos Magyarországért program zsűrije. A grémium a virágos felületek mellett pontozta a zöld felületek gondozottságát, valamint a város fejlesztési terveit is. Van falu, város és megyei jogú város kategória, és a fővárosnak a kerületeit is külön kategória, vagy az is külön kategóriát képez. Természetesen nagyon nehéz összehasonlítani egy 350 fős települést egy 20 ezer vagy egy 40 ezer lakosú, vagy esetleg egy megyei jogú várossal, de hát mindenhol megpróbáljuk a szépséget észrevenni, és a zsűrinek nem az a dolga, hogy a hiányosságokat és a rossz dolgokat vegye észre, hanem inkább mindig a településre bízza, hogy mit szeretne megmutatni, és ez alapján végzi a munkáját. Visszatérő versenyzők vagyunk, nem sokára az Atomtérre is kilátogatunk, úgyhogy bízunk benne, hogy azzal a fejlesztéssel még sikerül egy még szebb eredményt elérni, és hát azért a jövőbeli fejlesztések is úgymond egyre szebb eredményt generálnának, de mi örülünk annak is, hogyha a lakosság elégedett, és az az elsődleges szempont, hogy élhető város legyen, és a Virágos Magyarország versenyben pedig egy nagyon jó szakmai fórum keretein belül nem csak egymás között méretik meg a város, hanem egy ilyen szakmai eszmecsere is meg tud valósulni ilyenkor, amikor találkozunk több település, hasonló problémák, környezeti viszonyok értékelése, ki hogy próbál adaptálódni az asszályhoz, úgyhogy ez ilyenkor nagyon izgalmas mindkét. Hatodik alkalommal mérhették össze tudásukat a fogatosok és a lovasok a Paksi Lovasnapokon. Az eseményt a Paksi Fogassport Egyesület szervezte, a rendezvényre az ország több pontjáról érkeztek. A megjelenteket Szabó Péter polgármester és Szántó Zoltán alpolgármester köszöntötte. Jól bevált helyszínen, kiváló körülmények között rendezték az immár hagyományos Paksi Lovasnapokat. Az Ürgemezőn található lengyel pályán bejárással kezdték az első napot a fogatosok. A technikai értekezlet után az eseményt Szántó Zoltán Paks alpolgármestere nyitotta meg. Ha élne Széchenyi István, aki a magyar lóversenyzés megalapítója is volt, most mégis elégedetten nézne szét közöttünk. Ő azt mondta, minden, ami a hazafiakat összehozza, még ha legcsekélyebb ok lenne is, hasznos és jó, s áldott következési számlálhatatlanok. Tetszene Széchenyinek a mai rendezvény, hiszen nem csak a hazafiakat, versenyzőket, szervezőket, nézőket hozza össze, hanem kicsit közelebb hozza egymáshoz a múltat és a jelent is. A mai nap egyben hagyományőrzés és szórakozás, nemes versengés és nagyszerű közösségformáló erő. A versenyen az országos bajnokságra szerezhettek kvalifikációs pontokat a fogadhajtók, a cél a leggyorsabban végighaladni a szűk, kanyarokkal tűzdelt 620 méteres pályán. Pakson sok sporták közül választhatnak a mozogni vágyók, a szervezők azt szeretnék, ha a helyiek szívében a lovasport is helyet kapna. A paksi fiatalság nagyon kedveli a lovasportot, úgy a fogadhajtásban, úgy a lovaglásban. Nagyon sok fiatal utánpótlásunk van, mind a két kategóriában. Azt is el tudom mondani, hogy ha itt Paksra elmegyünk kettes fogadhajtó versenyre, általában mi paksiak vagyunk a legtöbben, tehát akár 10 fogadta is elő tudunk, ki tudunk állni. A kétnapos programra nem csak helyi és környékbeli versenyzők érkeztek, távolabbról is jöttek fogatosok, többen visszatérő vendégek. A póni, a kettes és a négyes akadályhajtásra, valamint a vadász és élményhajtásra összesen 54-en neveztek. A pálya az minden évben változik, azt mindig a pályaépítő építi. Én úgy gondolom, hogy az idei pálya is technikás, megoldható, de aztán majd verseny közben kiderül, hogy ki hogy tudja megoldani. Tavaly előtt volt verseny, akkor jöttem először. Aztán igazándiból gyakorlásnak jövünk megyei fordulók között. Szeretjük ezt a pályát amúgy, mert jó kihívás, mert egy picit homokos a pálya. Aztán így ugye... Hát a lovaknak egy újdonság. A rekkenő hőségben kiváló teljesítményeket láthattak az érdeklődők a hajtóktól, a segédhajtóktól és a lovaktól egyaránt. Másnap a díjugratás és ügyességi versenyek következtek, köszöntőt mondott Szabó Péter polgármester. Így az olimpia évében mit is mondhatnék mást, mint azt, hogy ugye a magyar az egy igazi sport nemzet, és ezt bizonyítottuk is már az olimpiákon, világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon,
és különböző nemzetközi versenyeken. Így van ez, én azt gondolom, a lovas sporttal is. Abban is nagyon jól teljesítünk, de hát azt is tudjuk, hogy miért, hiszen a lovakkal való kapcsolatunk nekünk magyaroknak, magyarságnak több ezer évre nyúlik vissza. Igazi lovas nemzet vagyunk. A díjugratást két magasságon rendezték, míg az ügyességi megmérettetést mini, gyermek, ifjúsági, felnőtt és váltó kategóriában bonyolították. A paksi versenyzők a két nap során összesen két első, két második és négy harmadik helyet szereztek. A részletes eredmények a nevezés.fogatsport.hu, valamint a szabadidőnevezés.hu honlapon megtekinthetők. Azok elismerésére, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak, segítőkész kitüntetést alapított Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A díjat 2003 óta két évente adják át a Szociális Munka Napja alkalmából tartott ünnepségen november 12-én. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A 2021-es esztendő díjazottjának személyére a javaslatokat szeptember 13-án 16 óráig lehet eljuttatni a jegyzőhöz. Igazi programkavalkád vár minden érdeklődőt az idei Szent István napokon. Az eseményről részletesen Márkusz Zalán, a Csengély Dénes Kulturális Központ ügyvezető igazgatója tájékoztat az E-Taxi című elektromos közlekedést népszerűsítő műsorban. A történelmi egyházak vezetői szentelték meg a kenyeret tavaly augusztus 20-án. A városi ünnepségnek akkor a Jézus Szíve templom környezete adott otthont. Idén három napon keresztül több helyszínen ünnepli az államalapítást Paks. Augusztus 19-én, 20-án és 21-én is várja program az érdeklődőket. Erről tájékoztat a szervező Csengei Dénes Kulturális Központ vezetője az E-Taxiban. 19-én gyermekprogrammal indítunk délután 4 órától már. Akkor gondoltatok a legkisebbekre is. Így van, sőt azt tudom mondani, hogy több ezer négyzetméternyi felületen tudnak majd játszani. Itt vándorjátszótér, csillámtetoválás, arcfestés, lovagoltatás, lovaskocsikázás, íjászat, célbalövés, terepszegvély, eurobungee jumping, légvárak, mindenféle kiegészítő szolgáltatás lesz, amit leginkább ugye a gyerekeseket, illetve a gyermekeket érdekel, és akkor hát tulajdonképpen ennek a napnak a fő produkciója lesz a Neoton Familia. Augusztus 20-án már délelőtt elkezdődik a program. 10 órakor a nagy templom előtti placon lesz a kenyérszentelés, és ezt követően pedig felvonulunk vissza az Ürgemezei pihenőparkba. Itt 3 órakor Berecki Zoltán fellépése, a Spencer Hill Magic Band, ők a Bud Spencer, Terence Hill filmeknek a zeneit professzionális módon játsszák el nekünk. Aztán utána a Tűzvirágtánc együttes, Nem az a lány és a Bagashi Brothers Company fog zenélni nekünk. Augusztus 21-e is tartogat érdekes programokat és látnivalókat. A részletes ünnepségről bővebben is tájékoztat Márkusz Zalán kedden a híradó után az E-Taxiban. Szalai Andrásné vette át a Madocsa díszpolgára elismerést a település falunapján. A díjat Baksa Ferenc polgármester adta át a nyugalmazott óvodavezetőnek. Az egésznapos eseménysorozaton gyermek és felnőtt programok váltották egymást. A rendezvény hajnalig tartó bállal zárult. A Csurgó Zenekar interaktív gyermekműsorával és kiállítás megnyitóval kezdődött az idei falunap Madocsán. A házasságkötő teremben Koszorús Aranka alkotásait, valamint a Ne szemetelj rajzpályázatra beérkezett műveket tekinthették meg az érdeklődők. A kora délutáni programban az éneklés, a nótázás kapta a főszerepet, Szávolovics Gabriella és barátai, valamint a Pisti est, utána Madocsai Nyugdíjas Klub és a Dunakömlődi Félnótás Dalkör produkcióit is élvezhette a közönség. Ezt követően Baksa Ferenc polgármester köszöntőjében az elmúlt időszak településfejlesztési programjára is visszatekintett. A bölcsődénk is remélhetőleg, az a baj, dátumot nem merek mondani, mert mindig valami közbe jön, az a második félébe, vagy hát az ősz követően meg fog nyílni, bízunk benne.
és ugye nyertünk el pályázatokat folyamatosan. A Jövőnk Energia térség fejlesztési alapítványhoz benyújtott pályázatunk mind a kettőre megnyertük az összeget, úgy mint térfigyelő kamerarendszert, hogy a közbiztonságot tovább tudjuk ezen a szinten megtartani, és hogy még emelni a kamerák számának a mennyiségével, mert tudjuk, hogy a rendőrök is nagyon nehéz helyzetben vannak, és ezzel ki tudjuk őket segíteni, és a marocsai lakosság is látja, hogy igenis figyelve van a köztereteket, figyeljük folyamatosan, és megpróbáljuk megelőzni a bajt, valamint a másikra pedig a sportcsarnok rég várt fejlesztésére a világítás megoldását. Arra is megnyertük a pályázatot, és ugye a rég várt Adi utca útfelújításra végre simbe értük, hogy megkaptuk arra is a Magyar Falu program keretében egy 39 millió forint összegű pályázati összeget. A hivatalos programban ezután a Madocsa díszpolgára kitüntetés átadása következett. 2021-ben az elismerést Szalai Andrásné nyugalmazott óvodavezető vette át. Ez a feltétel nélküli szeretet, ezek a gyerekek iránti rajongás, ez mindig is megvolt bennem. És mindig ez egy nagyon jó motiváló erő volt. Ugye ez a szeretet, ez a ragaszkodás, ez nagyon-nagyon jó érzés, és ez minden pénzt megér. Tehát mikor megy az ember az utcán, és a hangjáról megismerik, és kiszalad a kapuba, és mondja az édesanyjának, hogy itt van az obornéni. Tehát ilyen apróságok aztán nagyon-nagyon... feldobják az ember napját, vagy nagyon-nagyon örömet szerez. Az esti eseményeket a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület produkciója vezette fel, majd fellépett Janklovics Péter humorista és Sifos F. Tamás. A tombola sorsolás után pedig hajnalig tartó bál kezdődött a Szamaras zenekarral. Eseménydúsan telik a nyár a Paksi Sportegyesület ökölvívóinál. Gyoma Endrődön a Pofon parádén, még Kőszegen az Ostrom Nemzetközi Kupán is szép számmal születtek érmes helyezések. Hétvégéről hétvégére folyamatosan bizonyítják rátermettségüket a Paksi Sportegyesület ökölvívói. A nyári időszakban versenyek és megméretetések sorozata várta idáig a boxolókat. Az eredmények nem maradtak el, az elmúlt két versenyről is szép számmal tértek haza érmekkel a versenyzők. Voltunk Gyoma Endrődön egy pofonfarádé versenyen, ott elég szép számmal lettek első helyezetjeink. Múlt héten Kőszegen voltunk az Ostrom Kupán, egy nemzetközi verseny, elég roppant erős mezőnyben vettünk részt külföldiekkel, és akkor lett eredményünk, elég szép szám érme. Négy második helyezetünk lett, és kettő darab első helyezetünk, az szintén a két válogatottunk hozta. A legfiatalabb ökölvívók várakozáson felül teljesítettek, Kőszegen nem volt könnyű dolguk, nemzetközi mezőnyben kellett helytállniuk. Nyári Dáviddal kezdeném, 37 kilós, ő a legkisebb nálunk, ő válogatott kerettag, neki két meccse volt, mind a kettőt hozta, és akkor ő neki igazából kettő aranyéremmel büszkékedhet. Másik a Botlik Janika, U12-es korcsoportba indult, ő szintén megnyerte. Hétfőtől péntekig minden nap edzenek a paksi ökölvívók, a nyári időszakban nincs pihenés és láblógatás, az elkövetkező hétvégék is versenyekkel telnek majd. Addig, ameddig lehet versenyezni, addig versenyezünk, és most következő héten, vagyis hétvégén Helvéciára megyünk egy nemzetközi tornára, ott is szintén várom ezektől a srácoktól a fényesebb érmet, akik válogatottak szintén, őtőlük az első helyet várom, és a következő héten, lemegy a Helvécia, és a következő héten akkor meg Szegedre megyünk egy nemzetközi tornára. Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb eseményei. Legközelebb csütörtökön 19 órakor jelentkezem Weekend Híradóval. Addig is nézzék a Paksi Kistérségi Televízió műsorait. Viszontlátásra!